tümmel! Banána! Szerintem azt, hogy mellékíz, ide ki fogom tetováltatni. Ez is éd, bazd meg. Nem zavar, hogy nem édes. Tümmel! Hát üdvözlök mindenkit, én Burger vagyok, ez pedig a következő kóstoló videó, milyen hihetetlen, én végtelen élvezem ezeket a videókat. A mai napi adásunk egy kicsit különleges lesz, mert itt nem egy termékcsoport található, hanem konkrétan arra gondoltam, hogy olyan édességeket fog kiválasztani, amiket még nem ismertem. Beszabadultam a Spárba, és minden olyan termék, amit még soha nem kóstoltam, de elég izgalmasnak tartok, azt leveszem és megkóstoljuk. Azóta több más boltban is jártam, és kiderült, hogy ott is nagyon sok ilyen termék van, úgyhogy ebből tulajdonképpen lehetne egy ilyen sorozat tulajdonképpen. Tulajdonképpen nem magam elő fogok húzni, teljesen véletlenszerűen nem fogok oda nézni. Első rikvet, ajd is különlegesség, sós karamellás csokoládé. Megmondom őszintén, sose kedveltem a sós karamellát, de lehet, hogy csak ideig rossz tapasztalataim voltak. Úgyhogy tegyünk próbát, én azt mondom. Hát nyissuk ki ezt a fantasztikus, érdekes, végtelen, egyszerű bárocska. Hát kóstoljuk meg. Természetesen értékelés is lesz, de nem tervezek ebből az adásból vaktesztet, csak ilyen első benyomás, külső-belső tekintetében. Érdekes ez a dolog, egyáltalán nincsen rossz íze, nagyon finom, és megint az a probléma állt föl, mint a sóskaramellás dolgok bármelyikében, jó-jó ez a sóskaramella, de mennyire jobb lenne, ha ez édes lenne, tejkaramella lenne, édes istenem. Annyira basszóbb lenne ez a csoki is. De egyébként a csoki a finom, nagyon sem kultúrált. Nagyon jó. Tudjátok mit? Adok erre egy 7 pontot. Szerintem a 7 pont egy tökéletes osztályzás tesz ennek. Na nézzük hát a következőt. Reese's. Hát akkor nem tudom, hogy így kell mondani. De kóstoljuk meg, nézzük meg, hogy milyen belülről. Végtelen egyszerű kis korongocskák. Érdekes, hogy ilyen kis papír van. Megmondom őszintén, ez egy kicsit fura. De kóstoljuk meg. Magyaróvajas. Jellegében megdöbbentően hasonló íz, mint a sós karamella, de sokkal kellemesebb. Valahogy nem zavar, hogy nem édes. Ez kurva jó. Tudom. Van egy nagyon apró kis halvány, alig észrevehető mellékíz, viszont az elég kellemetlen, nem? És hogy vár az ember, az még kellemetlenebb. Tegyünk még egy próbát. Most már ez nem csak ott van, közben is van. A csoki a finom, tudod, mert a töltelék is finom. Jobban tetszik, hogy ebben nem sós karamella van. Van egy kis mellékíze, de igazából iszol rá egy kis vizet, utána el is tűnik, tehát hogy nem marad meg olyan sokáig. Figyeljetek, kap ez is egy 7 pontot. 7 pont. Egyébként bárkinek tetszik ez a videó, lájkolja, illetve iratkozzon föl, mert hát csak így tudom, hogy tetszik-e igazán. Következő. Szerencsi retro. A szerencsi csokoládégyár az végtelenül híres, nagyon sokat lehetett hallani róla, voltam is szerencsén kürtöskalácsosként. Hallottam róla, hogy azóta nem túlzottan magas színvonalú a szerencsi csokoládé, de megnézzük, hogy mi a jellemző. Egyébként valóban a külse az eléggé retro, ez azért eléggé kijelenthető. Hoppá, véletlenül eltörtem. Hát nem egy szépség, maradjunk ennyiben. Ez olyan, mint a csokító, de finom. Ronda, de finom. Kemény, mint a háborodás, gyerekek. Hú. A csoki még nem is lenne rossz, de nem az a kellemes éjcsokoládé íz. Azt mondja, van benne mandula. Nincs benne mandula. Nincs benne mandula, gyerekek. Azt mondja, hogy apróra vágott. Apróra. De ez nem az. Ez mind magyaró. Álmomból felébresztő és megismerem a mandulát. Én nagyon szeretem. Hát, ha van benne, akkor nagyon kevés. A leírás szerint azt mondja, ostyalappal zárt, ostyalappal zárt. Tényleg ott van az ostyalap. Hát, semmit nem ad hozzá. Aja. Nézd. Itt van. Ez mandula. Mandula vagy. Van benne egy-két kis szem mandula. A többség az ízé, magyaró. Hát gyerekek, nem borzalmas. Na ez nem az a csokoládé, amit bármikor szívesen ennék. Megmondom őszintén. És nem azért, mert nem szerettem annyira az étcsokoládét. Félre ne értsetek. Ez a sós karamellás olyan volt, amit bármikor szívesen ennék. Annak ellenére, hogy itt csokoládé volt. Hát ez nem olyan. Ez az édesség tőlem 5 pontot kap. Következő. Giotto. Ezt megláttam hirtelen a kasszánál, és nem tudtam neki ellenállni. Mondom, úristen. Milyen jól néz ki. Egyébként a csomagolás az baszó. Nekem nagyon tetszik. Nagyon feltűnő. Itt vannak, milyen kis golyócskák vannak benne. Ferrero.
Azt hittem, hogy ez Aldis termék, gyerekek. Na hát, na, ilyen kis golyócskák vannak benne. Egyébként szerintem a Ferrero termékekből lehetne külön adás majd. Érdekes dolog lehetne. Na nézzük. Magyaró, hogy lehet az, ebben a termékben sokkal finomabb a magyaró. Van egy kis hiányérzetem. Egyszer megszokott az ilyen Ferrero termékektől, az ilyen golyóktól, hogy van a közepénkben kis-kis valami mandula, vagy dió, vagy magyaró. Ebben egyáltalán nincsen semmi. A külseje az szépen nagyon finoman be van vonva magyaróval. Egy-két helyen még ilyen sötétebb is van. Ilyen sötétek. Nem tudom micsoda. Ha, ez a magyarónak a héja. A magyaró héj is van rajta, nem csak magyaró. Érdekes, nagyon érdekes. Nem egy kiemelkedő darab. No, de nem olyan. Nem olyan, mint amit másik két terméke, a kókuszos meg a... Jó, mondjuk valószínűleg a ára is sokkal kedvezőbb. 13 000. Nem tudom, mennyi lehet egy Raffaello. A Raffaello közelében nem jön ez a dolog. Az a kérdés, van-e olyan jó, mint a sóskarömmel lesz szelet? Nincs. Ez sokkal finomabb, gyerekek. 6 pont. 6 pont, gyerekek. A sóskaramell a szelet nagyon jól össze van rakva. Már sóskaramell van benne, mégis ezzel az étcsokoládéval együtt egy baromi jó kombó. Elolvad a szádban, krémes, azért 7-nél többet nem adnék, mert hogyha édes karamella lenne benne, vagy karamella, na, akkor adnék rá 8 pontot. Banána, nagyon sok banán szelet létezik a világon. Arra is gondoltam, egyszer lehetne egy ilyen banán szeletes külön adás, össze kéne szedni egy párat. Az igazság, hogy alapvetően a banánt nem annyira szeretem, nagyon ritkán szoktam enni, egyszer nincsen kedvem vacsorázni, vagy ebéd. Édelni, és akkor gyorsan kell valami, akkor bekapok egy banánt, de egyébként ízre egyébként alapvetően nincsen vele problémám, én magamtól nem biztos, hogy ezt választanám. Végtelen egyszerű banán, csak is formája van, mit lehet erről elmondani. Egy dolog nagyon eszembe jutna róla, kellemes zselés, tényleg banános ízű, az is étcsokoládé, teljesen jó. Enyhén banános, semmi tolakodó nincsen benne. Csokolja is jó. Szerintem azt, hogy mellékíz, ide ki fogom tetováltatni. Mellékíz. Minél többet eszed ezt az ételt, annál inkább kellemetlen. Fú, bazd meg. 5 pont. Következő. Stümmel narancsos szelet. Stümmel. De sokat hallottam ezt a szót. Anyám imádja. Stümmel. Na, kóstoljuk meg. Egyébként kezdek rájönni arra, hogy ezeket a termékeket ideig miért nem vásároltam. Ezek mind étcsokisak. Nem szeretem annyira az étcsokit. Az a lyukacska ott nagyon furán néz ki. Ja, ott lehet betöltve a... fecskendezve. Nem hiszem, mert... Fú. Ez nem lesz a kedvencem. Ez az ízkombosz, nekem ez off. Ez borzalmas. Csoki elég rossz. Kicsit olyan egyébként a külső, mint hogyha avas lenne. 3 pont. Fúj! Ez borzalmas. Következő. Kakaós szelet. Utasellátó. Ez is éd, bazd meg. Minden, csak éd, csak ikacsiséget kivegyek, bazeg. Erről a termékről nagyon sokat hallottam, nem csak a régi időkből, hanem az új időkből. Ezért is voltam rá kíváncsi. Azt igazából, hogy jók-e vagy rosszak-e, azt nem tudom, nem emlékszem rá, mit mondtak rá. Kóstoljuk meg. Na, végtelen egyszerű. Ostya szelet, mint a Balaton szelet, úgy néz ki. De, mint a Stümmelnél, itt is történt valami kis logisztikai probléma. Több helyen is lyukas. Ez nagyon-nagyon... Nem úgy néz ki, mintha betöltöttek volna valamit. Erőteljes ét íze van, aki szereti ezt, mint a Balaton szeret, gyerekek. Nem lesz a kedvencem. De igen, nem rossz. Egyáltalán nem volt rossz, de nem lesz a kedvencem. 6 pont. Következő. Tönköly búza szelet, puffasztott búzával. Tejcsokoládé, hála jó égnek, végre. Igen, rohadt drága volt. 18 gram az egész, és 11 000 forint kilója. Rizskocka. Tulajdonképpen egy csokis rizskocka. Hát mondjuk, lehet ideg az alját is meg kellett volna nézni nekik. Hát milyen legyen egy rizs szelet, nem? Hát milyen legyen ez, ha nem ilyen? Azon gondolkozom, hogy aki alapból ilyen terméket vesz. Azon gondolkoztam, hogy ez a termék nem egy zsákutca? Mert hát tönköly búza, puffasztott tönköly búza, az ilyen egészséges bizbasz, nem? Na most, hogy azt csokoládéval akarod bevonatni, hogy aztán úgy edd? Maradt egy kis csokoládé réteg. Azt tulajdonképpen nem lehet érezni, mert ahogy ráharapsz, egyből eltűnik. Na most figyelj, vennél egy rizs szeletet így. Alapozzál kis csokit.
Kész, bazd meg. Miért kell erre 11 ezer forintot kilónként elkölteni? Ezt az egy kurva jó csokit. Ez így 6 pont, ez így 7 pont, ez így 5 pont. Spár, ostya szelet. Alapvetően tényleg lehetne egy ilyen Balaton szeletes különkiadás. Nézzük meg ezt is. Van egy olyan érzésem, hogy nem lesz tudott a meglepetés a belseje. Hát őszintén szólva, tök ugyanúgy néz ki. Ez pontosan ugyanúgy néz ki ez a két szelet, gyerekek. Kóstoljuk meg. Igazán erőteljes csokoládés íze van. A másiknál látszik is egyébként, hogy a világosabb az ostya utasellátónál. Igen, az utasellátónál sokkal bízikebb íze van, sokkal egyszerűbb íze van. Ez egy jobb szelet, gyerekek. Mi van? Ez kellemes. Egy kellemes szelet. Egyébként olcsó volt, mint az utasellátó. 6 pont. De csak azért, mert nem szerettem annyira az ércsakit. És csak az utasellátót levisszük 5 pontra. Következő. Rossein. Na hát egy végtelen egyszerű dizájn. Egyébként van egyfajta, hogy is fogalmazzak, szépség ebben az egyszerű szövegben. Kókuszos és mandulás ízben. Egyébként ebből rettentő sok fajta van. Rettentő sok fajta. Nagyon kíváncsi voltam mindig is, hogy milyen lehet ez. De valahogy sose vett rá a lélek, hogy megvegyem, mert olyan picike. Ekkor az egész. Kicsinek tűnt, ha így fogalmaznék. Nagyon érdekes kis kockák. Kóstoljuk meg. Végre nem így csoki. Kókuszos mandulás. Tudom, nagyon jó. Nagyon kellemes a csokija. Jó a töltelék. Nyissuk már meg a tölteléket. Nézd a töltelék. Na jó, azért egy kicsivel több mandulát ígért, amennyi benne van. Hát ez inkább ilyen kókuszmassza. Hát tudod? Nincs igazán benne mandula, de lehet érezni benne a mandulát. A töltelék annyira nem jó. Igazából a csokija teszi igazán jóvá. Önmagában a töltelék elég rossz. Nem rossz. Na a csokival együtt válik igazán jóvá ez a csoki. Teljesen jó. Teljesen jó csoki. 8 pont. És végül, de nem utolsó sorban, érkezzem a Lindönt! Úgy belelkesültem múltkor, úgy voltam vele, hogy hát próbáljuk már ki ezt is. Észrevettem, hogy a Lindönt már nem csak izé van, tábla, hanem ilyenfajta csoki is. Úgyhogy... Kóstoljuk meg! Mondjuk ez speciál vaktesztel kéne, nehogy elragadtassam magam. Hát mondjuk, külsőre mondjuk úgy néz ki, mint egy tumor, bazd meg. Kóstoljuk meg. Jó nagy magyarok vannak benne. Az a helyzet állt fönn, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a magyaró hozzátette az élvezeti értékhez. Ez nem az a csoki, bazd meg. Ez valami más csokoládé. Nincs meg benne az a kis plusz aroma, amilyen 10-re értékeltem az előzőt. Finom. Ez is egy nagyon jó csoki. Ez is egy nagyon finom csoki. Nagyon finom csoki. De valahogy mondtam az abban az adásban, akit nem látta, az nézze meg, hogy volt benne egy ilyen kis, nem is tudom milyen aroma. Most hirtelen nem teszem meg, mint mondta. Na, az nincs meg benne. Az a helyzet állt föl, gyerekek, komolyan mondom, hogy ront a csokin az, hogy van benne egy magyaró. Nem jó ez a magyaró. Sajnálom, gyerekek, de ez a magyaró. Nézd már meg ezt a magyarót. Tényleg egy teljesen jó állapotú magyaró. A magyaró az magyaró, nézd a sor. Az a probléma ennek a magyarónak, és ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de túl kemény. Egyszerűen a Lindönt krémes csokoládéjához nem illik ez a száraz ízé. Önmagában a csoki az jó, ezzel a magyaróval együtt nem jó. Ha csak a csokit kéne értékelnem, mint nincsen benne meg az a picike kis aroma, amit éreztem régebben, 9 pont lenne. Kérdés az, hogy van-e olyan finom, mint a tejkaramellás szeret. Mint a 7 pont. Hát ennyi volt ez mára, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, mindenféleképpen lájkold és iratkozz fel, illetve további csatornáim listája a leírásban megtalálható, további szép napot, sziasztok!